estét kívánok, még egyszer akkor a Szabadság színpad följön a Gödög színpadára, és Gerlóci Zsiga a zongoránál, szintetizátor egyébként, elénekeljük közösen önökkel együtt az örömódát. Gyertek fel a színpadra, kedves Szabadság színpad! Ez persze csak a kemény mag, aki most itt följön a színpadra. Ők azok, akik a legnagyobb zimankóban is kint álltak, és továbbra is állnak, és állunk közösen a Szabadság téren. Akusztikusan fogunk énekelni, tehát nem mikrofonnal, úgyhogy majd úgy kéne beállítani a szintinek a hangerejét is, és hát ugye mindenkinek közösen kéne énekelni, ezt jó lenne, ha közösen énekelnénk, ez az örömóda, ami az Európai Unió himnuszává lett választva. Úgyhogy megpróbáljuk majd, de lehet, hogy kétszer fogunk neki vezényli, és nem lesz. Jó hangosan énekeljünk majd, mert ugye azért a gép az gép, tehát ha akarja, akkor felé magasodik. Na, hangszerre. Tulajdonképpen Zsiga, neked egyben egy picit a karmester szerepet is. Tehát valamilyen szint, próbáljunk a Zsigára figyelni, majd én innen elállok. Figyeljetek, Gábor? Tehát majd Zsigára, mert a Zsiga majd... Kérünk szépen a terembe fényt akkor, ha lehet kérni. Ákos, vagy valaki a Gödör munkatársak közül a terembe szeretnék fényt kérni. Vagy összejön, vagy nem. Meglátjuk. Merri! Majd meg a hajó. És utána a hajó meg. Gyere még elé, mi ott a fejlődés. Tehát akkor a Zsigára fogunk koncentrálni, meg a közönségre, és látunk meg, hogy sajnos fény még nem kaptunk ide a nézőtérre, hogy a szövegeket lássák azok, akik is hát akkor Zsiga, kedves Zsiga, egy és eleve emlékműsöket is képviseli, de nem ilyen.
Vissza. Saját. Hogy volt? Köszönöm a segítséget.